videón, ahogy a nyomozók megbilincselik az emberkereskedelemmel gyanúsított 39 éves szexádi férfit. A rendőrség szerint legalább egy fiatal lány kényszerítette arra, hogy más férfiakkal feküdjön le pénzért, valamint hogy háztartási munkát végezzen ingyen. Végül a kerítőt a saját prostitúcióra kényszerített áldozata jelentette fel. A lány a férfiakkal végzett szexuális szolgáltatásért cserébe szállást és lakást kapott, azonban az általa keresett pénzt szállásadója elvette tőle. Az emberkereskedő ebben a 10 emeletes szexuális lépcsőházban lakott, az általa behálózott fiatal lány valószínűleg itt találkozott az ügyfélként érkező férfiakkal is. A klienseket két másik gyanúsított szerezte, egyikőjük egy lány még 18 éves sincs, a rendőrök őket is meggyanúsították. Az esettel kapcsolatban további két személyt is gyanúsítottként hallgattak ki a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai, köztük egy 16 éves lányt, valamint barátját, egy 32 éves férfit, akiket bűnsegédként elkövetett emberkereskedelem büntet és kényszermunka büntet elkövetésével gyanúsítottak meg kollégáim. A rendőrség videóján az is látszik, ahogy az emberkereskedőt a szexádi járásbíróság épületébe vezetik, őt le is tartóztatták, két másik bűntársa viszont egyelőre szabadlábon védekezhet. A nyomozók pedig vizsgálják, hogy a háromtagú bandának más bűncselekményekhez is köze lehetette.